Komplex programok, több mint 500 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett az előző uniós fejlesztési ciklusban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. A 2020-ig tartó időszakban hasonló nagyságrendű forrásra lehet számítani. Vezérprojektek. A gazdaság, a turizmus és a szabadidő, kultúra, sport területén szeretne beruházni a jövőben a nyírbátori önkormányzat. Szilveszteri szórakozás. Ettől a héttől kezdték árusítani a tűzijátékokat és a különböző pirotechnikai eszközöket az év utolsó napjára. Több mint 500 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett az előző uniós fejlesztési ciklusban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A 2020-ig tartó időszakban hasonló nagyságrendű forrásra lehet számítani, továbbá a jobban átjárható, komplexebb programokat ösztönzik majd a megyében, tájékoztatott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke. A 2020-ig tartó fejlesztési ciklusban a közösségi igényekre reagáló hasznos és komplex programokat fognak támogatni az emberi erőforrás fejlesztését célzó pályázati rendszerben, hangzott el a megyeházán tartott projektzáró rendezvényen. Sesták Oszkár elmondta, az előző ciklussal lezárult megyei fejlesztési tervek sikeresnek mondhatók, és hasonló eredményeket várnak a következő ciklusban is. Több mint 500 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett az előző fejlesztési ciklusban megyébe, különböző operatív programok keretéből. Én bízom benne, hogy a következő időszakban is az 500 milliárdos álomhatárt meg tudjuk közelíteni, vagy talán meg is tudjuk haladni. Nagyon fontos tanulság, tapasztalat számunkra, akár pályázói, akár döntéshozói oldalon vettünk részt a folyamatban, hogy komplexebb programok kellenek, jobban átjárható programok kellenek, hogy ne ágazati operatív programok mentén szerveződjön az életünk, hanem az emberi közösségek, az egyének igényeire próbáljunk minél teljesebb módon válaszolni. Egy lezárult TÁMO program keretében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fejlesztési ügynökség készített egy olyan erőforrás dokumentumot, amely a humán és gazdaságfejlesztési célokat térképezi fel, valamint ezeket összhangba hozza a megyei fejlesztési dokumentumokban lefektetett célokkal és az emberi erőforrás operatív program prioritásaival. Egy nagyon komoly lobbyanyag született, és egy nagyon komoly lobbyanyag került a megyei önkormányzat asztalára az emberi erőforrás operatív program célkitűzéseiből és prioritásaiból kiindulva olyan szakterületeket azonosítottunk, és ezen belül olyan potenciális kedvezményezeti kört szólítottunk meg, akikkel mi interjúk keretében sikerült meghatározni azokat a kiemelt fejlesztési célterületeket, amelyek a jövőben meg fogják határozni a megyei életét a 14-20-as időszakban. A célok között szerepel a megyei szakképzés piacorientált átétele, de megszólították a megyei kórházat, a Szociális és Gyermekvédelmi Intézményt, a Nyíregyházi Főiskolát, valamint több más szervezetet is a szükséges célok meghatározásához, tette hozzá Kondra Laura. 3-4 vezérprojektben gondolkodik Nyírbátor, amelyet a következő évben megnyíló uniós forrásokból szeretne megvalósítani. A gazdaság, a turizmus és a szabadidő, kultúra, sport területén szeretne beruházni az önkormányzat, tudtuk meg a város vezetőjétől. Máté Antal elmondta, szeretnék, ha a város fiatal népessége nem vándorolna el, ezért minden fejlesztési forrás ezt a fő célt szolgálja majd. Az elmúlt évben rendbe tették a közparkokat, új játszótereket építettek, és a városban 106 térfigyelő kamerát telepítettek. Helyben munkahelyek legyenek, egy élhető környezetet alakítsanak ki a városban, és biztonságos lehessen Nyírbátor. Ez a legfontosabb a városvezetés számára, hiszen akkor tudja megtartani népességét és a fiatal családokat. Igyekszünk olyan funkciójú intézményeket, ingatlanokat kialakítani, amely a fiatal családok, az itt letelepedni szándékozó, a jövőjüket itt elképzelő fiatalok számára olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amitől az ő életüket nem csak hogy komfortosabbá, nem csak hogy élhetőbbé tesszük, hanem a munkavállalás lehetőségét is megkönnyítjük. Mit értek ez alatt? Nagyon fontos, hogy a friss, az új munkaerő az jellemzően az a korosztály, aki még gyerekvállalás előtt vagy közvetlenül utána áll, és ilyen szempontból a lakhatási körülmények, a lakókörnyezetnek a komfortosabbá tétele, a közbiztonság javítás az legalább annyira fontos, mint hogy olyan többfunkciós tereket tudjunk létrehozni, ahol egyébként ki tud kapcsolódni munka után, tud pihenni, barátaival el tud menni szórakozni.
A következő években megnyílnak az uniós pályázati források, az önkormányzatok elsősorban az úgynevezett top pályázatokon járhatnak sikerrel. 2020-ig a helyi gazdaság megerősítése a célja Nyírbátornak is. Nyírbátor alapvetően egy 3-4 olyan projektben gondolkodik, amit az elkövetkezendő pár évben meg lehet valósítani, és ezek nagyságrendileg egy 3-4 milliárd forintot kell, hogy igényeljenek. Ennek nagyságrendileg a fele közvetlen olyan gazdaságfejlesztés, ami az ipari park bővítésére, közműfejlesztésre költhető, a többi forrásból szeretnénk ezeket a kapcsolódó szolgáltatásokat kialakítani. Emellett szeretné megújítani a helyi könyvtárát a város, és egy új, az önkormányzat és a helyben működő cégek támogatásával ösztöndíjpályázatot indítani a jól tanuló, de rászoruló nyírbátori diákok számára. Közel 500 milliárd forint értékben valósultak meg idén fejlesztések Tiszavasváriban, tájékoztatta televíziónkat a város polgármestere. Füle pedig elmondta, a jelentős visszanemtérítendő támogatásból többek között a polgármesteri és járási hivatal közös épületét, a református templomot és a városi kincstárat újították fel. A fejlesztések 2016-ban sem állnak meg Tiszavasváriban, jövőre többek között az egyik helyi óvodát korszerűsítik. A funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Tiszavasváriban című pályázatot 2012-ben készítette elő, majd nyújtotta be a város önkormányzata. A tervezet először tartaléklistára került, majd 2014-ben már a támogató döntésről szóló tájékoztatást vehette át a város vezetése. A kivitelezési munkálatok idén ősszel fejeződtek be, többek között a polgármesteri és járási hivatal közös épületét, a református templomot és a zeneiskolát újították fel. 450 millió forint összegre pályáztunk, de mivel 2012-esek voltak ezek a becsült költségek, itt sajnos a közbeszerzési kiírásban túllépte a legkedvezőbb ajánlat is ezt a meghatározott keretösszeget. Ezt követően a kormányzathoz fordultunk, és nagy örömünkre szolgált, hogy közel 50 millió forintos plusz forrást kapott a településünk, és így 500 millió forintból valósulhatott meg ez a nagy fejlesztés. A polgármester tájékoztatása szerint a projekt keretében a belváros központi épületeinek többsége megújult. Lehetőségünk volt olyan konzorciális partnereket bevonni ebbe a fejlesztésbe, akiknek szintén kijárt ebből a nagyon szép sikerből. A református egyház volt az egyik konzorciális partnerünk, valamint vállalkozásokat, helyi vállalkozásokat is bevontunk a fejlesztés területére. Elsődlegesen közigazgatási, oktatási és sport létesítmények felújítását vállalta az önkormányzat, így került felújításra a polgármesteri hivatalnak és a járási hivatalnak is otthont adó központi városháza épületünk, a városi kincstár elnevezésű épületünk, valamint állami fenntartásban lévő zeneiskolánk is külsőleg is és belsőleg megújult, valamint a sportbarátok nagy örömére egy teniszpályával tudtuk megörvendeztetni a helyi teniszszakosztálynak a tagjait. A polgármester hozzátette, jövőre is folytatódnak a fejlesztések, a tervek szerint többek között ezt a régi óvodát korszerűsítik, energia ellátásához napelemeket telepítenek az épületre. Adókedvezménnyel, ingyenes gyermekétkeztetéssel és a legalább 3 gyereket vállalóknak, vagy már 3 gyerekes családoknak 10 millió forintos visszanemtérítendő támogatással is segít a kormány 2016-ban, emelte ki a Fidesz nyíregyházi tájékoztatóján Petneházi Attila országgyűlési képviselő. A tájékoztatón minden győző már arról szólt, a foglalkoztatás idén nőtt, az oktatási reform pedig elkezdődött. 2016-tól a szakképzés teljesen átalakul, ezt tavasszal elfogadta a parlament. Szakképzési centrumok jöttek létre, így Nyíregyházán is létrejött egy centrum, ahová a szakközépiskolák és a szakiskolák tartoznak, és a változás lényege az, hogy 2016. szeptember 1-től gyakorlatorientált képzés lesz, és a szakképzést szeretnénk erősíteni, hogy a hiány szakmákban eltűnjenek a hiány szakmák, és szakembereket képezünk, mert a magyar gazdaság egyik fontos problémája, hanem a legfontosabb problémája, vagy legfőbb problémája, hogy nincs elég szakképzett munkaerő, amely a gazdaságot tulajdonképpen erősítené.
Nem a rászorultságot, hanem a települések vezetőinek pár színeit nézik a döntéshozók az önkormányzatok rendkívüli támogatásának kiosztásakor. Ezt Halmi József, az MSZP Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei alelnöke mondta a párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A politikus szerint az önkormányzatok rászorultsági alapon történő támogatása jelenleg a Fidesz-KDNP pártszövetség eszköze a hűséges települések megjutalmazására. Az önkormányzat rendkívüli támogatása karácsony előtt kiosztásra került, és nagy nehezen hétfőn a kormány.hu-n elolvasható volt, nem csak a mi részünk, hanem a többi település is látjuk, hogy aki nem hű a Fidesz-KDNP pártszövetséghez, az nagy támogatásba nem részesült, vagy nem számíthat. Van olyan település, akit nem is támogatta, miközben tudjuk, hogy a helyi képviselő, vagy a választókerületi országgyűlési képviselő nem kedveli. Azt látjuk, hogy egy szakmailag indult önkormányzati támogatás, rendkívüli támogatás, ami a kincstáron keresztül felmegy a BM-hez, majd visszaosztják az országgyűlési képviselőknek, ők pedig pofapénzé alakítják át. A Jobbik Magyarországért mozgalom a legerősebb vidéki párt, és országosan is 25%-os a támogatottsága. Ez azt jelenti, hogy a Jobbik lehet a Fidesz egyetlen kihívója 2018-ban, hangzott el a párt évzáró sajtótájékoztatóján Nyíregyházán. Adorján Béla, a Jobbik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke elmondta, a párt népszerűsége országos szinten és a megyében is folyamatosan növekszik, elutasítottsága pedig egyre inkább csökken. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is jelentősen megerősödött az a társadalmi támogatottság, ami 2010-es évet megelőzően történt. Ugye most egy kicsit nagyobb léptékbe ugrottam hátra, de hát mint tudjuk, azért a párt 2003-ban alakult. Én azt gondolom, hogy a magyar politikai egén a Jobbikot leginkább egy üstököshöz lehetne hasonlítani. Olyan módon nő a népszerűsége, ami eddig egyetlen pártra sem volt jellemző. Emlékezzenek csak vissza, hogy a Fidesz hogyan jutott be és milyen eredménye jutott be a parlamentbe. Arról nem beszélve, hogy általában a politikai szervezetek abban az esetben, hogyha a lehetőséghez jutnak, hogy bizonyítsanak, általában visszaesnek. Ez nem így történt a Jobbikkal. Apagyon idén annyi beruházás valósult meg, mint az utóbbi 25 évben együttvéve, mondta el szerkesztőségünknek a település polgármestere. A beruházásokról a folytatásban, előtte nézzük a híradó további témáit. Ettől a héttől kezdték árusítani a tűzijátékokat és a különböző pirotechnikai eszközöket az év utolsó napjára. A megvásárolt termékeket szilveszter este, december 31-én 18 órától másnap reggel 6-ig kell felhasználni a vásárlóknak. Aki ezt az időpontot nem tartja be, akár 150 ezer forintos bírságra is számíthat. 3 győzelemmel és 9 vereséggel a 12. helyen zárta az évet a Malsó-Nyíregyháza, a férfi kosárlabda NB1-ben. A Sitko Ernő által irányított együttes tavasszal mindenképpen szeretne feljebb lépni a tabellán. Apagyon idén annyi beruházás valósult meg, mint az utóbbi 25 évben együttvéve. A településen megközelítőleg 1,5 milliárd forint értékben végeztek fejlesztéseket, főként Európai Uniós forrásból, tájékoztatott a polgármester. A legnagyobb beruházás az 1 milliárd forintos szennyvíz program volt, amelynek eredményeként 100%-osan kiépült a település szennyvízhálózata. Apagyon az idei évben főként a lakosság életszínvonalát javító beruházásokat hajtottak végre. Az utak és a szennyvízhálózat korszerűsítése mellett zöldmezős beruházást és energetikai fejlesztést is végeztek a településen. Nagyon nagy örömmel mondhatom, hogy 2015 az egy kiemelkedő év volt a település életében, mert az elmúlt 25 évben összességében nem volt körülbelül annyi fejlesztési forrásunk, több mint egy 1,5 milliárd forint nagyságrendben valósultak meg fejlesztések. Ezek közül természetesen kiemelkedik a szennyvízberuházás, ami Apagy vonatkozásában 1 milliárdos nagyságrendű volt. 100%-ban kiépült a településen a szennyvízhálózat. A másik nagy beruházásunk volt egy ivóvízminőségjavító projektnek a végrehajtása, ezen is sikeresen túl vagyunk. Ezen túlmenően az önkormányzat saját beruházásában és pályázati keretei között megépült a művelődési házteleháznak egy energetikai fejlesztése, felújítása. Ennek a bekerülési összege 86 millió forint volt. Nagyon fontos volt, hogy a szennyvízberuházás kapcsán, ehhez kapcsolódóan a település 90%-án tudtuk az úgy belterületi útjainkat teljes mértékben új aszfaltbarítással ellátni. Ez nagyon nagy előrelépés az utak állapotában.
Apagyon idén a Magyar Labdarúgó Szövetséggel együttműködve sikerült egy műfűves pályát építeni a már korábban meglévő sportlétesítmény közelében. Ezt a pályát az óvodásoktól a felnőttekig mindenki használhatja, tette hozzá a polgármester. Továbbá elmondta, hogy a közmunkaprogramban is sikeres évet zártak. A közmunkaprogram keretében is 160 főt foglalkoztattunk közmunkásként. Közel 100 millió forintos nagyságrendű volt az a közmunkások által elvégzett munka, illetve amit a településre tudtunk fordítani. Ebben volt útparkázástól, mezőgazdasági útjavítástól, parkosítástól, mezőgazdasági tevékenységből bezárólag nagyon sok dolog. Értékes munkát végeztek a közmunkások, ami meg is látszik a településnek a rendezettségén, a fejlődési vonalain. Nem említettem még a fejlesztések között a körforgalom építését, ami nagyon, nagyon örömünkre elkészült, mert 2011 óta várunk erre a beruházásra. A nagyon belesett veszélyes csomópontnak a fejlesztése valósult meg. A jövő évben a terület és területfejlesztési operatív program megyét érintő pályázataiban turisztikai és energetikai beruházásokra pályáznak, valamint egy korábban elkezdődött kerékpárút fejlesztés folytatásához keresnek majd forrást Apagyon, mondta el a polgármester. Ettől a héttől kezdték árusítani a tűzijátékokat és a különböző pirotechnikai eszközöket az év utolsó napjára. A megvásárolt termékeket szilveszter este, december 31-én 18 órától másnap reggel 6-ig kell felhasználni a vásárlóknak. Aki ezt az időpontot nem tartja be, akár 150 ezer forintos bírságra is számíthat. Ezek a tűzi játékok akár már 100 forintért is megvásárolhatóak december 28-a és 31-e között az árusoknál. A pirotechnikai eszközöket három kategóriába sorolják, árban és felhasználásban is sok különbség van közöttük. A legkisebb az egyes kategória, ami gyakorlatilag ilyen kis játékos dolgokat jelent. Ezeket a tűzi játékokat 14 éves kortól lehet megvásárolni. A kettes kategória azok már egy kicsit nagyobb telepek, az 16 éves kortól lehet megvenni, és a hármas kategória azok meg már úgy ugye igazi nagy tűzijátékokat, az 18 éves kortól lehet vásárolni. Árban is nyilván ugyanígy változik a különbség közte, mert nagyobb hatóanyagtartalmamhoz nyilván egy nagyobb árkategória is tartozik. Ezek alapján a 100 forintos úgynevezett pillangóktól kezdve 30-40 ezer forintos tűzijátékokat is kínálnak az árusok. A biztonságos használatért fontos, hogy csak engedéllyel rendelkező forgalmazótól szerezzék be az eszközöket, valamint a használati utasítást minden esetben olvassák el a vevők. A fel nem használt vagy hibás termékeket az eladóknak kötelességük visszavenni. Január 6-áig az eladók kötelesek visszavenni. Minden árusító helyen ki kell, hogy legyen írva az a hely, mert nem feltétlenül ott veszik vissza, ahol megvásárolták. A rendőrség hivatalos tájékoztatása szerint a szabálysértőket akár nettó 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal is sújthatják, ha nem engedélyezett terméket, például petárdát használnak. De azok is számíthatnak büntetésre, akik az engedélyezett tűzijátékot nem a megengedett időpontban használják. Három győzelemmel és 9 vereséggel a 12. helyen zárta az évet a Malsó Nyíregyháza a férfi kosárlabda NB1-ben. A Sitko Ernő által irányított együttes tavasszal mindenképpen szeretne feljebb lépni a tabellán. Új háttérrel és részben új szakmai stábbal vágott neki a 2015-2016-os szezonnak az élvonalbeli nyíregyházi férfi kosárlabda csapat. Az önkormányzat 60%-os tulajdonosa lett a klubot működtető KFT-nek, a saját nevelési fiatalokra és új légiósokra építő együttesnél pedig Sitko Ernő szakmai igazgató mellett Siska János és Gombkötő Norbert foglalkozik a játékosokkal. Első két hazai meccsét a MAFS és a Pécs ellen megnyerte a csapat idéglenes otthonában a BEM csarnokában, utána azonban már csak egyszer Jászberényben tudtak győzni Szavicsék. Sajnos sok hibát követtünk el, és nem ott vagyunk, ahol szerettük volna, de azt hiszem, hogy a tulajdonosváltással, a teljes átalakulással, azzal, hogy nem tudunk mindig egy helyen edzeni, sajnos termek között kell vándorolnunk, eléggé szoros időbeosztáshoz kötve. Jó lett volna még néhány győzelmet szerezni, de a körülményekhez képest úgy gondolom, hogy szervezetten és jól tudunk működni. Busz Iván 4 év szünet után tért vissza Nyíregyházára azzal a céllal, hogy meghatározó játékosa legyen a csapatnak. A játékpercemre abszolút nem lehet panasz.
élvezem is a helyzetet, minden meccse megvannak a lehetőségeim. A másik részével pedig, hogy mondjam, lehet, hogy egy-két győzelemmel több lehetne a csapat mérlege, de úgy gondolom, hogy csak olyan csapatoktól szenvedtünk vereséget, akiknek játékos állománya, illetve a banki dolgok is jobban állnak a klubháza táján. Semmi sincs veszve, mert nagyon-nagyon sűrű a mezőny igazából az első 6 helyezettől lefelé, tehát 2-3 győzelmekre van egymást a hatodik meg a kieső jelölt is. Úgyhogy a szezon második fél évben megpróbálunk idegenben jó lenne pár vagy egy-két bravúrt elcsípni, illetve hazai meccseket a velünk majdnem azonos mérleggáló csapatok ellen muszáj megnyerni. A bajnokság január második hétvégén folytatódik. 2016 első bajnoki meccsén a Malsó-Nyíregyháza a Zalaegerszeget fogadja be Miskola csarnokában. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban. Több mint 500 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett az előző uniós fejlesztési ciklusban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. A 2020-ig tartó időszakban hasonló nagyságrendű forrásra lehet számítani, továbbá a jobban átjárható, komplexebb programokat ösztönzik majd a megyében, tájékoztatott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke. 3-4 vezérprojektben gondolkodik Nyírbátor, amelyet a következő évben megnyíló uniós forrásokból szeretne megvalósítani. A gazdaság, a turizmus és a szabadidő, kultúra, sport területén szeretne beruházni az önkormányzat, tudtuk meg a város vezetőjétől. Ettől a héttől kezdték árusítani a tűzijátékokat és a különböző pirotechnikai eszközöket az év utolsó napjára. A megvásárolt termékeket szilveszter este december 31-én 18 órától másnap reggel 6-ig kell felhasználni a vásárlóknak, aki ezt az időpontot nem tartja be, akár 150 ezer forintos bírságra is számíthat. A Kölcsei Televízió iradóját látták. Friss hírekkel természetesen holnap este is jelentkezünk. Híreink továbbra is elérhetőek honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos, de már hideg időre számíthatunk. Szerda estig a Kárpát-medence fölé északkelet felől egyre szárazabb és hidegebb levegő érkezik. Sok lesz a napsütés, de tovább gyengül a nappali felmelegedés. Éjjel gyengén felhős, illetve derült lesz az ég, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél többfelé megélénkül, reggelre általában -4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben derült, napos időben lesz részünk, csapadék nélkül. Az északkeleti szelet időnként élénk lökések kísérik majd, és délutánra is mindössze 0 fokig emelkedik a hőmérséklet. Front nincsen térségünkben, de az erőteljes lehűlés hatására a hidegfrontra érzékenyeknek lehetnek panaszaik. Csütörtökön, szilveszter napján is folytatódik a derült, napos, száraz, de meglehetősen hideg időjárás, és az új év első napjaiban is kisüt majd a nap a változó felhőzet mellett. Számottevő csapadékra továbbra sem kell számítani, legfeljebb 20 szállingózás lehet a hétvégén. Hideg idővel kezdődik az új év is, a csípős éjszakákat követően napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet.